mozgalomnak, hogy mindenki mehet a saját útján. Csak összeállítunk egy közös valamit, amit el akarunk kérni, és akkor csatlakozzon hozzá. Így nem tudunk összeveszni. Érthető? Tehát azért alapítjuk ezt a mozgalmat, hogy a közös dolgokat egyesítsük, és azon kívül menjen mindenki a maga útján. A Jóisten teremtett világában mindenkinek egyéni útja van. Két-egy forma ember nincs a világban a 8 milliárd ember közül, mindenkinek van egy útja. Lehetek más vallású buddhista, hinduista, de akkor is az egyteremtő Istenhez jutok, és az egyteremtő Istent kell keresni. Ez a lényeg. Na, a következne akkor, hogy milyen jogi ügyeket intéztünk. Először Bódis Krisztiánt hallgassuk meg, jó, összefoglalja, hogy hogy áll az ügyünk a WHO-val kapcsolatban. Egy 10 percet. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Nagyon nagy munkán vagyunk túl. Ugye közszakami megbízásnél elkezdtünk írásba foglalni egy teljesen egyedi, mondjuk úgy, hogy önrendelkező nyilatkozatot arra vonatkoztunk, hogy mit szeretnénk megélni meg az országban. Ki az, aki volt és az írásba csak? Nagyon jó, köszönöm szépen! Megvan a 300 darab, ami a cél volt, kicsit több is lett. Kiemelten szeretném ezt megköszönni Noémi-nak a munkáját, nagyon-nagyon odaadóan és nagyon önfeláldozóan kapta be magát, hogy ezt mindenki előtt neki szeretném megköszönni, veletekben is. És a folytatás most az lesz, hogy nagyjából holnap fog lezárni, úgyhogy feldolgozhatóan. Itt van még be kell szállnám az összesetni az adatokat, még egyszer előzni. Volt egy csomó javítás, azt talán egy pár tudjátok, hogy voltak rontások, és ezeket még javítottuk. A rontás felét eltettük, csináltuk belül. És innentől kezdve a feldolgozás után ugye két útból lesz, mondjuk úgy, hogy átadva a címzetek részére. Eddig úgy volt, hogy a bíróságon keresztül lehetik bejegyző, de a korábban megtapasztalt forma az most nem működik. Egy másikra kell keresni, úgy néz ki, hogy ezek kormányának ők üregbe átadni, és onnan lehet majd a többi címzetnek is eljönni. Tehát ez az egyik. A másik pedig az ENSZ-nél történik majd egy letétbehelyezés, viszont egyelőre megint csak van egy kis probléma, a Bécsi ENSZ-iroda nem akarja ezt abban a formában átvenni, ahogy ez alapjog szerint kötelező, úgyhogy most jelen pillanatban ott is egyeztetés van, hogy mégis akkor ezt hogyan tudjuk nekik átadni. Az a probléma, hogy ez egy olyan mértékű és olyan súlyú irat, mondjuk úgy, hogy követelés, amit a postára nem biztos, hogy érdemes lenne rábízni. Mert ha ez eltűnik, valamilyen hirtelen teljesen véletlenül tudják, hogy hol lett, akkor kb. 15 000 forinttal kárt érítenek, ami nyilván röhelyes ahhoz képest, amekkora munka és amekkora súly van ennek az egésznek. Ezért mindenképpen a személyes átadást kell megtennünk ahhoz, hogy ténylegesen ez jó hatásos legyen. Nincs kitaposott út, mindent most csinálunk először, de teljesen járatlan úton járunk, ezért is türelmet kérni mindenkitől, hogy ez hogyan fog megvalósulni, mert senkinek sincs elég gyakorlata, hogy ezt ilyen formán hogyan tegyük meg. Egyelőre csak a kötelező jogi normák alapján haladunk előre. Úgyhogy ennyit nagyjából közhatalmi megbízásnak a tényleges helyzetéről most. Nem vagyunk kertésre, mert bár ugye az egyik szerződés módosítása megtörtént április végén, de a megbízás arról szólt, hogy minden szerződés bontsanak fel, tehát ez bármikor a jövőre nézve is aktuális és hatalmasra fog válni. Amire viszont szeretném felhívni a figyelmet, most csütörtökön volt egy egyesületi Zoom, nem tudom ki volt az, aki hallott ezt. Kicsit keresen, igen. Kifejezetten gyűjteni fogjuk azokat a nyilatkozatokat, ahol oltáskárosult tapasztalatok vannak. Ki az, aki esetleg itt közülünk oltáskárosult? Van itt egy ilyen. 1-2-3-4, jó? És ki ismerőt, aki oltáskárosult? Na, az igen már több, szuper. Lesz egy tényi nyilatkozat, ahol kifejezetten azt fogjuk gyűjteni,
hogy milyen tények alapján lehet megállapítani azt, hogy valaki rosszabb lett. Nem tudom, hogy most elkészültél, és jó állat fel, az a nyilatkozat az ügyvéd részére. Kell nekik több nap, meg több szakember megnézni. Jó. Hírlevélre meg fogjátok majd kapni. Ezt a tény nyilatkozatot majd úgy kell felhasználni, hogy egyenesen tényeket nyilatkozunk arról, hogy mi történt. Tény az, hogy ekkor és ekkor ilyen és ilyen oltást megkaptak, az ESZT nyilvántartása szerint ilyen és ilyen szám alapján. Tény az, hogy előtte nem volt mondjuk panasz, tény az, hogy azóta ilyen és ilyen panaszok vannak, tény az, hogy azóta ilyen és ilyen ESZT számmal orvos látta a fölvérjétest, stb. Ilyenket fogunk összegyűjteni, és ha ebből van megint csak több ezer darab, akkor ezzel már igencsak nagyon más lehet helyezni a jogalkotása, illetve a törvényhozása, akár Józsinak a terjedésével szemben, illetve minden jövőbeli hasonlóval szemben, valamint egyéb jogszabálymódosítási lehetőségekhez is. Ezek olyan tényeket fognak adni, amik előtt, hogy erre szeretnék megint mindenkit fel. Ez egyszerű lesz, tehát csak tényleg rá kell ülni a melleket, ki kell tölteni. Nem lesz olyan bonyolult, mint a közhatalmi megbízás, az egy teljesen más típusú nyilatkozatétel volt. Ez viszont egy rendes normál papíron, e-mailben ezt meg fogjátok kapni, és azt szeretném majd bekérni. Lesznek mintek, hogy hogyan kell kitölteni, tehát ezt nem lehet nagyon elrontani. Úgyhogy nagyjából most itt tartunk, illetve az alkotmánybíró felé lesz majd egy, megint csak egy felhívás arra, hogy az alapjogainknak nincsenek biztosítva a VH-szerződések által, úgyhogy ez alapján az alapjogi, mondjuk úgy alapjogot sértő jogszabályokat, azokat szüntesse meg. Úgyhogy ez a három projekt van most, amit gyakorlatilag itt ilyen pillanatban is beteszem, ahogy is érzem. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem volna, és akkor visszaadászok. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig majd következik Wimmerstein Marian, akivel Zoom kapcsolatot fogunk létesíteni, és úgy fogjuk majd megkérdezni, hogy hogy áll az ügy, amit ő is idézett a WHO-val kapcsolatban. Jó lenne, ha a WHO-t tényleg, ha ezek alapján ki lehetne lépni belőle Magyarországnak, mert a WHO-t úgy kell elképzelni, hogy ez nem egy egészségintézmény, ugye 90%-át már lehet nyilván mondani, hogy magántőke patronája, orvos szakembereket alkalmaz, de nincs egy laborja, nincs kórháza, nincs semmi, tehát semmi gyakorlati tapasztalatot, semmi gyakorlati ellenőrzést nem tud végezni, hanem írások alapján hoz ilyeneket. A statisztikáit, hát tudjuk, hogy Magyarországon itt milyen statisztikák vannak, egynek sem hihetünk, ahogy Angliában is mondta, hogy Wilson, vagy Churchill volt, hogy csak a saját statisztikájának hisz már akkor, tehát akkor ma mindig nekünk is ezt így kell fölfogni, tehát mindenféleképpen a WHO-ba ki kell lépni, értelmetlen dolog, megbízhatatlan adatok, akik pénzért kapcsolat, például itt volt a H1N1 járvány, Volga-Vodar. Németországban ő volt az Európa Parlamenti megbízott, aki az egészségügyi szekciót vezette, és a H1N1 kapcsán gyanús volt neki, hogy elkezdtek ott is injekciót fejleszteni, és elkezdtek injekciót mindenki, és mivel benne volt a bizottságnak, ő volt a vezetője, elment a WHO-ba, és leellenőrizte a 16 tagú bizottságot egyenként, megnézte a bankszámláit, stb. És kiderült, hogy 70%-uk közvetlen kapcsolata volt az orvos cégekkel, és pénzt kapott az oltás kapcsán. Tehát ez így működik, hogy ha utána nézzük, a WHO ennyit ér, ennyi a statisztikája, tehát semmit nem szabad komolyan venni, amit ő mond, csak hogy az orvosok meg elhiszik, hogy ennyi betegség, meg annyi egészséges, ennyi, hogy híve. Nem igaz. Amerikában most már megjelent egy cikk, amiben azt mondják, hogy a ma született gyerek már nem éri el a szülőknek az átlag életkorát. Ezt már nem merték érni oltások kapcsán. Plusz még, hogyha belenézünk a CDC-nél, plusz még, ha belenézünk, ugye, hogy még mennyi minden terhelés, meg van, jó, akkor nem zavarunk, akkor már jó a de nem tudom most, és a mikrofon meg a videót, ő be kellene kapcsolatot látni.
Akkor indítsd újra a megakadályt. Jó, tehát a WHO se pénzintézmény, semmi pénzmosás. Ha most meg lett volna a WHO rendelet, akkor minden orvosi eszköz, bármit, amit adnak, vesznek, rajtuk keresztül meg volna. Tehát ő 1%-ot, 5%-ot, 10%-ot elmel, és azt van belőle. Tehát a pénzről szól az egész. Tehát arról szól, hogy minden, és akkor bele tud szólni, hogy ez az orvosi eszköz kevesebb fizet, akkor ezt nem engedjük terjeszteni. Jó, akkor mindegy is. Oké. Maria? Igen, jó. Hallasz meg minket? Igen, igen, mindjárt mondok. Mondjatok, hogy 10 perc. Kérem szépen, hogy számolj be a legnagyobb fejleményekről, amiket intéztél az utóbbi időben. Kemény volt a kérdés. Hova mentél? Most április végében kitoptak egy új egészségügyi
egy globális egészségügyi stratégiai papír, amit az amerikai gyakorlatilag úgy nézik, hogy illető nem tudják a vihalom semmiképpen sem most már számogatni, hogy csinálják a saját vihalomjukat. És ebben a stratégiai papírban ők összekötik a Védelmi Minisztériumot, összekötik az Egészségügyi Minisztériumot. Na most a probléma volt a pandémia fertőzésnél is meg a egészségügyi szabályzatokban is az volt a probléma, mert egyszerűen több probléma volt, hogy a laborok, a biolaborok tovább működhetnek. Na most az amerikaiak ezt megoldották ebben az új egészségügyi stratégiai papírban, hogy akkor először tovább működhetnek az emberiség egészségének a megjavítására, tehát elvették azt a nevet, hogy ez egy biolaborok, és a közösségét is mondom a Honvédelmi Minisztériumban, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen szép név alatt akarják tovább csinálni ezeket a biolaborokat, és ők működnek gyakorlatilag most már a WHO-ra, és ehhez az új globális egészségügyi papírhoz, ez az új konstrukcióhoz, nekik már sikerült 40 államot megszerezni. Úgyhogy már erre dolgoztak. Tehát úgyhogy azt jelenti, hogy most még kétfajta formában jön nekünk ugyanaz, amit eddig a WHO-t csinál. Tehát azt jelenti, hogy nem szabad pihenünk, nem maradunk munkanélkülünk tovább. Oké. Marian, nagyon szépen köszönjük. Most van egy kap neked, nem tudom, ha vele. Következően kicsit éki lenni, és ő is beszámolt, hogy